rendkívüli ülést tartott szerdán a Bátaszéki képviselőtestület, melyen több kardinális kérdés is felvetődött. Ilyen volt többek között az, hogy milyen műszaki tartalommal és milyen szolgáltatásokkal valósuljon meg az idősek nappali ellátására fenntartott épület felújítása. Ezt a pályázat benyújtási határideje miatt volt sürgős megtárgyalni. Négy változatot terjesztettek a képviselőtestület elé. Az első változat az gyakorlatilag egy teljesen új, modern, kétszintes épületet foglalt magába, ahol 30 fő üdvés ellátása, 10 fő demens ellátása, fizikoterápiás szolgáltatás, gyógytorna szolgáltatás, népkonyha szolgáltatás feltételeit tudtuk volna kialakítani, és mindegy 1500 négyzetméter felületet hoztunk volna létre. Ennek a bekerülési költsége közel 600 millió forint lenne. A képviselőtestület végül a negyedik verziót szavazta meg, ami a jelenlegi épület megmaradását jelenti. Azt újítanák fel, és két oldalról új épületettségeket kapna a terület. Ide azonban már nem férne be a gyógytorna és fizikoterápiás ellátás és a népkonyha sem. A másik halaszthatatlan kérdés a plébánia ledölt kerítése miatt megrongálódott járdaszakasz stabilizálása volt. A plébánia jelen pillanatban nem tervezi anyagi források hiányában a kerítés visszaállítását, viszont meg kell akadályozzuk a balesetveszélyes helyzet kialakulását, mert a járdaszakasz és a terep szint között azért közel 80 centi szintkülönbség van. Erre biztosítunk 600 ezer forintot a költségvetésből. Ezzel a munkával várhatóan még húsvét előtt elkészülnek.